Lesz Szent István nap bővebb programokkal, mint eddig, színesebb lesz a Városnapja, mely ezúttal a protokollális rendezvény mellett kulturális kínálatokat is tartalmaz, és lesz a megszokott születi programsor időpontjában fesztivál, mely a Szekszárdi őszi fesztivál nevet viseli majd, hangzott el a sajtótájékoztatón. Gyurkovics János alpolgármester azt mondta, mindhárom rendezvény rendkívüli fontossággal bír Szekszárd város életében. Dilemmák előzték meg ezt az időszakot, de hála Istennek a pandémia során olyan helyzetbe kerültünk, hogy ezeket a rendezvényeket biztonsággal meg tudjuk tartani. Szent István király ünnepe, kenyérszentelés az elmaradhatatlan ünnep, és hát természetesen a Városnapja, ami már hosszú évek óta egy ünnepi színfolt a város életében. Itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a városi díjaknak az átadása, és hát meg kell tisztelni azokat az embereket, akik folyamatosan egy életmunkája során Szekszárdon maradandót alkottak, azoknak az embereknek a tiszteletbe tartása és a kitüntetése az nélkülözhetetlen feladat. A Városnapi ünnepségek színes programsorozatában egy különleges attrakcióra is sor kerül, melynek Kindl Gábor producer volt a kiötlője. Közösségi videoklip készítésére hívjuk fel a szekszárdiak és nem szekszárdiak figyelmét, melynek a lényege az, hogy egy olyan dalt készítünk, ami a Hol járt az éjjel címnek, a Madár című népdalra épül, melynek elkészül a rock és a rap változata, és ebből készül egy mix, és erre szeretnénk egy videoklipet készíteni, amit majd 28-án mutatunk be. Várjuk a rövid snitteket, ami azt jelenti, hogy 8 másodperc és 20 másodperces videófelvételeket várunk, bármivel készülhet, telefonnal, keresztbe, hosszába, teljesen mindegy. A lényege az, hogy augusztus 20-a utánig várjuk ezeket a videoklipeket, amiket beépítünk majd ebbe a klipbe, és augusztus 28-án fogjuk bemutatni. Augusztus 29-én zajlik hosszú évek óta most már Szekszárd Városnapja, ami Szekszárd saját ünnepének is tekinthető. Ebből is egy hétvégi teljes programot készítettünk, amelyből csak egy-két elemet hadd emeljek ki most. Lesz egy nagyon látványos lézershow, illetve itt a Prometheus Parkban egy kétnapos Exatlon Ninja Warrior pályát fogunk felépíteni, ahol minden érdeklődő családok, fiatalok, idősebbek kipróbálhatják a tudásukat. Lesznek itt olyan exatlonosok is, akik ugye segítik ezt, aki olyan személyek, akiket a tévéből ismerhetünk. A sajtótájékoztató legfontosabb bejelentése, hogy a megszokott születi napok idején lesz rendezvénye a városnak Szekszárdi őszi fesztivál néven. Helyszíne a Béla király tér lesz, ahová csak védettségi igazolvány felmutatásával lehet majd belépni. A legfontosabb oka ennek, hogy itt valósulhat meg, az a járványügyi helyzetnek a jelenleg is érvényben lévő olyan előírása, hogy 500 fő fölötti rendezvénynél védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a kulturális eseményeket. Éppen ezért nekünk a város főterét így le kell kordonoznunk, de egy több ezer fő befogadására alkalmas területet hozunk létre. Nagy színpadon neves fellépők, mint Magna Cum Laude, mint KFT, mint ismerős arcok, Szekeres Adrien, muzsikás együttes és számos helyi vagy máshonnan ismert kiváló fellépő, gazdag borkínálattal és gasztronómiai kínálattal, helyi árusokkal, kézművesekkel készülünk. A zárt területen működik majd Ízek utcája, és kaphatóak lesznek több helyszínen szekszárdi borok is. A programmal párhuzamosan pedig a borászok újra megszervezik a Nyitott Pincék akciót. Mindhárom esemény részletes programja megtekinthető a Babics Kulturális Központ internetes felületein.